Rendőrök segítenek átkelni a gyerekeknek, családoknak a DNS Valéria általános iskola előtti gyalogátkelő helynél. A felvételeken jól látszik, hogy hatalmas az autós és a gyalogos forgalom, szükség van a rendőri jelenlétre. Az egyenruhások nem csak azt figyelik, hogy a gyerekek biztonságban át tudnak-e kelni a zebrán, hanem azt is, hogy az autósok betartják-e a közlekedési szabályokat, megadják-e az elsőbséget a gyalogosoknak, szabályszerűen parkolnak-e. Gyakorlatilag áll a sor a Baka István általános iskolánál található kereszteződésnél reggelente. Olyan sokan érkeznek a járművel az intézmény előtti parkolóba. Tetézi a helyzetet, hogy itt több bevásárlóközpont is található, ahova szintén sok autós érkezik a reggeli órákban. A rendőrök itt is segítik a zebrákon való áthaladást és irányítják a forgalmat, ha szükséges. Gyakori a szabálytalankodás is, mondja Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Nagyon sokan az iskoláknál, a bejáratnál szeretnék letenni a gyermeküket, hogy minél kevesebbet kelljen a gyereknek sétálni. Ezt nagyon sokszor úgy teszik meg, hogy bekapcsolják a jármű vészvillogóját, és ezzel azt gondolják, hogy minden rendben van. Ez ugye sajnos nem így van, hanem megkérünk mindenkit arra, hogy amikor a gyermekét az iskolába viszi, akkor egy kijelölt parkolóhelyen álljon meg, ott tegye ki a gyermeket, kísérje be az iskolába, és így menjen el dolgozni. Szeptemberben a rendőrök azoknál az oktatási intézményeknél vannak jelen, ahol reggelente nagy a forgalom. Így Szekszárd valamennyi általános iskolájánál segítenek a gyerekeknek iskolába jutni. A kisebb településeken pedig körzeti megbízottak látják el ezt a feladatot.